Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mit tervez? Mik a tervei veled kapcsolatban? Így hívom ezt a jóslást. Ez a felvétel egy személyes jóslás Méhecske számára. Kedves Méhecske, én köszöntelek téged, ennél a jóslásnál megnézzük azt, hogy mik az ő tervei. A jelenlegi helyzetét itt ez a kártya mutatja. A kezében van ez az arany pokál, és ez szimbolizálja a víz elemét, tehát az érzelmeket. Ő ezekkel az érzésekkel közeledik hozzád. Ami érdekes ennél a kártyánál az egyes szám, és az azt jelenti, hogy ő egyedül van. A második kérdés az lenne, hogy van-e terve, és ha igen, akkor mit tervez? Ez a kép adja meg rá a választ. Ezek az arany érmék az anyagiakat jelentik, meg a munkahelyi viszonyát. De nem csak ezt, hanem az értékeket. Ő elgondolkozik azon, mi értékes számára, de azon is, hogyan hozza rendbe az anyagi helyzetét. Azon kívül kell számára a belső kiegyensúlyozottság. De ha mi most elgondolkozunk azon, hogy mit tervez veled kapcsolatban, ő döntéseket akar hozni, vagy fog hozni, de azt úgy mérlegeli. Ő mérlegeli ezt a helyzetet. Viszont mi a vágya? Azt a kettes szám mutatja, az annyit jelent, hogy te és ő. Itt még egyedül van. Itt már nem. Tehát ő szeretne hozzád közeledni. Mi áll most a középpontban, azt mutatja itt ez a kártya, az anyagi helyzete és a munkája. Ő dolgozik. De ez nem csak a munkát illeti, hanem a kártyáknak van szimbolikus jelentése is. Ő dolgozik valamint a belső értékeken. Ez a kártya mutatja azt, hogy milyen környezetben van, kik hatnak rá. Itt vannak viták és veszekedések. Mi változik meg nála? Ez a kép mutatja azt, hogy a kettes szám hat itt, te és ő. Ő szeretne egy párkapcsolatot kialakítani veled. És ez egy új tekintet, egy új irány. Hogy közeledik hozzád, azt mutatja itt ez a csillag kép, és a szerencsét hoz. Nem csak azt, hanem ő hisz abban, hogy ez mind a csillagokban áll. Tehát te vagy a lelki társa. A háttérben van még egy hölgy. Ki ez a hölgy? Vagy hogy lát ő erre a nőre? Ezt mutatja itt ez a kép. Viták és veszekedések vannak. Ő keres egy kiutat. Mit fog tenni? Ő rábíz mindent a sors kerekére. De ez a kép azt is jelenti, hogy itt lesz egy sorsdöntő változás, egy új irány. Egy sorsdöntő kapcsolat. Te vagy a lelki társa, és ő ezt tudja, ő ezt érzi. Kell, hogy te is érezd ezt, mutatja ez a fő papnő. Mert ez a szerelmi kapcsolat köztetek, ez nem a múlt, ez még mindig a jelen. Ez egy lelki kapcsolat, higgy ebben az égi hatalomban. Mit tudsz tenni, hogy javuljanak az események?
maradj ebben a belső egyensúlyban, és higgy abban, hogy az igazság győz, ez a lelki kapcsolat fog győzni, és ő hoz fontos döntéseket. De nem csak ő, hanem te is fogsz fontos döntéseket hozni. Ezáltal megváltozik az ő sorsa, a te sorsod, a ti sorsotok. A jövőt itt ez a királynő mutatja, te vagy ez a királynő, és te uralkodsz a víz eleme felett. A víz eleme mutatja az érzelmeket. Én megkérdezem most az ingát. Szeret ő téged? Igen, nem, vagy csak egy kicsit? Amennyiben az inga jobbra fordul ki, az azt jelenti, igen, ő szeret téged. Amennyiben az inga balra fordul ki, az azt jelenti, nem, ő nem szeret téged. Amennyiben az inga megáll, akkor minden olyan bizonytalan. Az inga ugyanazt mutatja, amit a képek is. Igen, ő szeret téged. Kedves méhecske, így tudtam megválaszolni a kérdésedet. Köszönöm, hogy megbíztál bennem. Kívánok neked minden jót. Nagyon sok szeretettel, Dendera. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!